Most megadom a szót Hon Krisztinának, az LMP képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim! Ismét egy saláta törvény van előttünk, de most kivételesen ez a saláta egy kicsit emészthetőbb, frissebb, üdébb, ha már szabad ilyen furcsa hasonlattal élnem. Mi minden olyan törvényt támogatunk, amely a családoknak a védelmében születik, és amely segíti a családokat a boldogulásukban. Ha jól számoltam, akkor 18 jogszabályt módosít ez a saláta törvény. Nagyon sok mindent elmondtak már előttem képviselőtársaim, ezért azokat nem fogom elismételni. Viszont én kifejezetten örültem annak, hogy egységes nyilvántartás érdekében és gyermekeink védelmében elnevezés informatikai rendszer jön létre, ha jól olvastam, aminek remélem, hogy a védelme is megfelelő lesz, és a külső behatolások ellen, tehát hogy tényleg bizalmasan kezeljük azokat az adatokat, amelyeket bizalmasan kell. Szerintem nagyon fontos, hogy a gyermekvédelemben a gyermek összes, a gyermekkel kapcsolatos összes gyermekvédelmi történést egy egységben lássa az a gyermekvédelmi szakember, hiszen hát költözések és minden egyéb adott esetben akadályozza azt, hogy teljes képet kapjon az adott gyermekről a szakember. A kisgyermekes anyák rugalmas foglalkoztatását nagyon üdvözítőnek és jónak tartom, hiszen nagyon sokan szenvednek attól, hogy a gyerek elkerül óvodába, aztán azt követően minden második héten beteg, ezt a munkáltató nem nagyon tolerálja, és nem szeretnék kitérni a részletekre, de a lényeg az, hogy sokkal rugalmasabb munkavégzést segíti majd az anyukáknak. Nagyon jó az, hogy én a nagyszülői gyedet jónak tartom, én például nem tudnék itt lenni, ha nem lenne édesanyám. Ezt csak mondom, az én fiam már ugyan kicsit nagyobb, de még kisiskolás, és nagyon-nagyon sokat tud ebben segíteni. Ő már nyugdíjas, tehát így nem vettük igénybe korábban sem a nagyszülői gyedet, de azoknak vélhetően jó, akik ezt meg tudják így oldani. És még azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök annak, tehát ez biztos, hogy támogatni fogjuk ezt a törvényt, és örülnék annak, hogyha lenne több olyan, még több családokat segítő törvény, például azért el lehetne gondolkodni a családi pótlék emelésén is, aztán az örökbefogadás, ami az én kedvenc témám, vagy számomra kedves téma, az örökbefogadás megkönnyítésén, lerövidítésén, hogy a kisgyerekek ugye ne maradjanak akár 10-18 éves korukig a rendszerbe feleslegesen, és nagyon sokféle olyan törvényt, jogszabályt lehetne még hozni, amely segítene. Ugyanez jelenleg nem jelent túlzott demográfiai robbanást, de reméljük, hogy a későbbiekben majd azért érezteti hatását. Én ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen!